A kínai nagyvárosokban megint megteltek a kórházak COVID-betegekkel. Csak Shanghaiban van 100 tábori kórház, mert az intézmények már nem tudnak új beteget fogadni. Yu Baibai egy azok közül, akiket ezekben az ideiglenes kórházakban ápolnak. Április 2-án lett pozitív a koronavírus tesztje, és csak pár napig voltak tünetei. Ennek ellenére nem engedték, hogy a karantén idejét otthon töltse, úgyhogy kénytelen volt másra bízni 2 éves kisfiát. Az ottani rendszer szerint minden fertőzöttnek kórházi megfigyelés alatt kell töltenie legalább 1 hetet. Azt meséli, hogy ezekben a centrumokban nincs gyógyszer, sem szájon átszedhető, sem injekció. Egy félig meddig öngyógyító program folyik ezeken a helyeken. Minden reggel és este jön az orvos, megméri a beteg lázát. Maguk a betegek pedig kitöltenek egy telefonos kérdőívet minden nap. Ebben beszámolnak az állapotukról. Ennyi. Ő úgy látta, hogy azok, akik ezekben a centrumokban fekszenek, egészen jól vannak, nem igazán látszanak betegnek. Másképp mondva, nem nagyon vannak tüneteik. Vannak, akik köhögnek, de az igazat megvalva, az nem nagyon derül ki, hogy torokgyulladásuk van, vagy tényleg covidosak. Jut és általában a pácienseket leginkább az zavarja, hogy nincs elég tisztaság, sem a kórtermekben, sem a mellékhelyiségekben. Szerinte a karantén nagyon sokat ront a közhangulaton. Az emberek sokkal inkább aggódnak a várható élelmiszerhiány miatt, mint hogy megbetegszenek.